A belvároson átmenő 6-os úton folyik a kelet-nyugati irányú közlekedés jelentős része Pécsen, ami a zsúfoltságon túl növeli a város levegőjének szennyezését. Ez a Tüskésréti út, ahol a kelet-nyugati irányú forgalmat lehetne átvezetni. Ez elkerülő út építését jelenti, amiben minden politikai oldal egyetért, mondja a Baranyai megyeszékhely alpolgármestere. Még az országgyűlési választások előtt benyújtották ezt az elképzelést a szaktárcához. Egy olyan átjáró kerülne be, ami részben a leendő akvapark, részben a Harman és a Körber vonalaiba, tehát gazdasági szempontú forgalmakat vinne el a belvárosból, és tudná segíteni a logisztikai ipart hosszabb távon. Elkészült a teljes tervezése, ami az építési szabályzatba kell. És ezt követően akkor megállapodás született az akkori közlekedési felelős tárcával, hogy államtitkári szinten ezt befogadták. Majd kiadták tervezésre az állami tulajdonú Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT-nek az utat, mondja Ruzsa Csaba. Elindult a tervezés, ami 1-2 évig tarthat az alpolgármester szerint. Ezután épülhet itt elkerülő út, ami a terület gazdasági fejlesztéséhez is kell. Ha az Ápel laktanya fejlesztés, a déli ipari park fejlesztések elindulnak, akkor azok mellett, hogy a gazdasági forgalom nő, tehát az látszik, hogy azért ezekre előzetesen gondolni kell, nem utólag, és ez például itt is nagyon sok terepet adna. Van egy olyan szempont, amiről nem beszéltünk, hogy föltárja a teljes Tüskésréti területet, tehát több mint 200 hektár ma erőmű környéke és belváros közti kvázi zöld terület opciókat feltár a városnak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok egyéb lehetőséget hordoz magába. Ugye a tervezést követően a kormánynak majd dönteni kell arra, hogy forrás biztosít arra, hogy majd megépíti. Ez azt gondolom, hogy valamikor 24 környékére juthat ebbe a fázisba. A kelet-nyugati irányú elkerülő építése jelentős összegbe kerülne. Mai számítások szerint 30 és 50 milliárd forint közé teszik a beruházás értékét a szakértők. Minden esetre a tervezési folyamat elindult, leghamarabb pedig 2024-ben derülhet ki, hogy biztosít-e forrást az útfejlesztéshez az állam, és mekkora összeget.